Szeretettel köszöntjük itt a kedves nézőket. Hát reméljük, hogy ezek a gondolatok, amiket most mi elmondunk, el fognak jutni megfelelő helyekre. Nos, a tegnapi nap folyamán a bizottság bebizonyította, hogy hihetetlen módon nemzetellenes. Bebizonyította, hogy az, ami itt be van betonozva hazánkba, jogrend címén, az messziről valahogy a nemzet, a magyar nép érdekét el akarja kerülni, és olyan sumák megállapítások történtek itt a tegnapi bizottsági ülésen, amit nem lehet szó nélkül hagyni, muszáj, hogy megnyilatkozzunk ezzel kapcsolatosan. Én magam ugyan nem voltam jelen ezen a történésen, de egyértelműen az elbeszélésből tudom, hogy nem a nép akarata a döntő, nem arról van szó, hogy a magyarságot bármilyen szempontból ez a bizottság szeretné emelni, hanem kifejezetten arról van szó, hogy a hatalmi struktúrákat akarja kiszolgálni. Úgyhogy én Dömsödi Annának adnám oda mindjárt ezt a kis lehetőséget, hogy pár gondolatot mondjon el a tegnapi napról. Üdvözlök mindenkit! Isten áldott a jó napot. Az a probléma, hogy alapvető kérdésekbe úgy tettek, mint aki nem érti a magyar beszédet. Például az egyik teljesen egyértelmű kérdésre, hogy miért ne lehessen a termőföldeken ipari létesítményeket termőföldekre ipari létesítményeket telepíteni. Ez számukra nem volt egyértelmű kérdés. Holott teljesen világos, hogy ha van egy termőföld, ahol az élelmiszert termeljük meg, akkor nyilván oda semmilyen ipari létesítményt nem fogunk telepíteni, mert ott az élelmiszert termeljük. Tehát innentől kezdve ezen tovább rágódni, hogy milyen típusú létesítményeket, akár hőerőmű vagy egyéb ötletek jöttek ott fel, teljesen fölösleges erről beszélni, ugyanis, hogyha a termőföldön növényeket termesztünk, akkor nyilván ott semmilyen ipari létesítmény nem lesz. Ennyire bugyutának, ennyire érthetetlennek lenni szerintem egyetlen egy magyar ember sem tartja magát olyannak, hogy ezt ne tudná felfogni értelemmel maximum, ha nem akarja. És itt valószínűleg, hogy erről van szó, jöttek itt egyéb dolgokkal, jogszabályokkal, meg alaptörvénnyel, meg mindenféle hivatkozással, ami teljesen elfogadhatatlan számunkra, mert a létfenntartásunkhoz, ahhoz, hogy egy ember életben maradjon, ahhoz nélkülözhetetlenek az élelmiszerek, méghozzá minőségi élelmiszerek, amik tényleg az egészséget szolgálják, ott semmilyen ipari létesítménynek nincs helye. Ott növényeknek van, zöldségeknek van helye, mert az fogja biztosítani az élelmet, nem pedig egy ipari létesítményt fognak megenni. Ennél egyértelműbben fogalmazni szerintem nem lehet, ahhoz csak kizárólag, ha érthetetlenkedni akarnak, mint ahogy bebizonyították némelyek, volt tisztelet egy pár embernek, aki értette, hogy miről van szó, de a többségük az abszolút nem is volt erre hajlandó, hogy megértse, mert nem is akarta megérteni, hogy ez valójában miről szólt. Arról szólt az egész, hogy hogyan tudják ezt elutasítani. Átadom a szót a többieknek. Köszönöm. Üdvözlöm a kedves nézőt! Üdvözlöm a kedves nézőt, és én is csatlakoznék Annának a véleményéhez. Én azt láttam ezekben az indokolásokban, hogy belekötnek teljesen érthető fogalmakba, és annak a tartalmát kifacsarják. Tehát azt nem érteni, hogy mit jelent egy ipari létesítmény, mert erre is rákérdeztek, azt nem érteni, hogy mit jelent az, hogy tulajdon, az teljesen elfogadhatatlannak tartom, és a másik, hogy keverik a fogalmakat. Tehát aki
ismeri az alaptörvényt, az tudja, hogy a preambulumban olyan megállapítások vannak, amelyek sokkal magasabb rendű és a nemzet érdekét képviselő alapelvek, amelyeket hát egyes törvények az alaptörvényben ugye hát cáfolnak, illetve szembe mennek vele. Na most, hogy azt nem érteni, hogy melyik a magasabb rendű, és melyiknek a szellemisége szolgálja a magyar nemzetet, az szerintem egy rossz indulatú félretájékoztatás. Úgyhogy én utána olyan érzésekkel jöttem ki, hogy ez a grémium, ez az intézmény teljesen annak a globalizáló hatalomnak a zsebében van, vagy annak az eszmeiségét képviseli, amelyik rövid időn belül az egész világon egy olyan világhatalmat akar kiépíteni, aminek a lényege az, hogy mindenki egyforma tömeget képezzen, és teljesen kiszolgáltatva legyen neki. Tehát ez a bizottság bizony a nemzet ellen működik. Köszönöm szépen! Szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát az én véleményem erről az egészről az, hogy ez mindenről szól, csak nem rólunk. Ezek a bizottsági tagok egész egyszerűen nem tudták eldönteni, hogy mi a valódi közérdeke az embereknek, és előre meghozott döntést fogadtak el. Az összes kérdésünket azzal kaszálták el, hogy az alaptörvénnyel ellentétes lenne, hogyha engednék a szavazását. Alaptörvénymódosítást nem engednek. Az alaptörvényben szereplő különböző feltételek között itt minden létezőt felsoroltak, hogy miért nem népszavazhatunk ezekről a kérdésekről. És a legfontosabb része az, hogy a közügy. Tehát amikor nem tudják eldönteni, hogy mi a fontosabb, hogy egy termőföldön növények teremjenek, és gabona, ami életet ad, és amit fel lehet dolgozni, és profitot hoz az országnak, vagy oda olyan gyárakat engedjenek, amit nem hoz nekünk profitot, de a környezetet és a természetet is szennyezi, hát itt már nagyon komoly bajok vannak. Egyetlen egy tag volt a bizottságban, aki felvetette azt a kérdést, hogy talán el kéne azon gondolkozni, hogy az alaptörvény miért nem lett népszavazással elfogadva. És akkor itt gondolkozzunk el azon, hogy van-e ebbe az országban diktatúra, vagy nincs. Tehát van nekünk ahhoz jogunk és beleszólásunk, hogy milyen törvényeket hoznak, vagy hozhatnak az akaratunk ellenére, vagy nincs beleszólásunk. Ez az egész választási bizottságos, népszavazásos kérdéses, elmeszeléses dolog, ez erről szólt, hogy az a néphatalom, ami benne van, hogy nekünk jogaink vannak, beleszólni dolgokba, tehát tulajdonképpen nem létezik, egy színházat játszanak el nekünk. A nagyon szomorú az volt benne, hogy kivonultak a tévések, kivonult a M1 TV, az ATV, a Hír TV, meg a 444-től volt újságírók, de ők csak az LMP-seknek a kérdéseit várták meg, hogy ott hogy fognak szavazni. Siralmas módon a lehető legbutább kérdést heten támogatták, a mieinket csak hárman, és amikor lement a bírálat, akkor a tévések elvonultak. Na most én utána lementem és megkérdeztem a sajtótájékoztató után őket, hogy ez ki van nekik adva, hogy a civilekről abszolút nem szabad semmi nemű tájékoztatást adni, és az egyik tévés az visszajött, és leszegett, lehajtott fejjel, ilyen szomorú arccal mondta, hogy igen, ezt jól tudom, valóban így van, meg van nekik tiltva, tehát ha egy szó belekerül a kamerába, amit ők nem vehetnek fel, akkor őket ezért kirúgják. Úgyhogy én felteszem megint a kérdést mindenkinek, gondolkozunk el rajta, hogy ez a demokrácia, ez itt mit jelent? Ez nem lehet, hogy ez valami rémdemokrácia, ami tulajdonképpen az írott alkotmányokkal megvalósított diktatúra? Igen, igen, sajnos azt kell mondjuk, hogy ez egy pénzdiktatúra, amely valójában
egy reklámdemokráciának is felfogható, vagy még inkább egy lobby demokráciának. Meggyőződésem egyébként, hogy ezek a történések nem véletlenek, és a magyarországi helyzet soha nem fog változni, ha a nemzet oldalán a megosztás folyamatosan ilyen ütemben folytatódik, tehát ne keressük a hibát csak az ellenségeinkbe, hanem nézzünk szét a saját portánkon, próbáljuk megérteni azt, hogy Széchenyi világosan kimondta, egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen. Ha sokan, ha nagyon-nagyon sokan leszünk elégedetlenek ezzel a pénzdiktatúrával, akkor ez a pénzdiktatúra biztosan változni fog. Köszönöm, hogy meghallgattak bennünket.